az Európai Unió területén csak olyan faanyag hozható forgalomba, amelynél a kereskedő igazolni tudja azt, hogy a fát jogszerűen termelték ki, nem erdőirtásból származik, és a helyére új, fiatal fát ültettek. Az ellenőrzésre több eszköz is van a hatóság kezében. Próbavásárlásokat végeznek, közúti ellenőrzéseket tartanak, telephelyeket ellenőriznek, de hirdetéseket is vizsgálnak. A vállalkozások többsége jogkövető, de azért még mindig akadnak szabálytalankodók. Szerencsére nagyon sok olyan jogszerűen működő vállalkozást találtunk, ahol betartották a faanyagkereskedelmi lánc szabályokat, olyan erdőgazdálkodók, olyan fakereskedők, akik eleget tesznek a magyar és uniós jogszabályi követelményeknek, de emellett természetesen vannak fekete bárányok is. Ilyen esetben a többi tisztességesen működő piaci szereplő szempontjából is nagyon fontos, hogy a hatóság megfelelően járjon el. Ilyenkor lehetőségünk van közigazgatási bírság kiszabására, hogyha olyan faanyagtételt találunk, ami nem igazolható, vagy jogszerű fakitermelésből származik, akkor ezt a hatóság elkobozza, illetve lehetőségünk van a jogszerűtlenül működő vállalkozás vagy telephely működésének felfüggesztésére, tevékenységének megtiltására is. A legsúlyosabb probléma az, amikor nem igazolható, hogy honnan származik a fa, nem rendelkeznek külföldi import esetén a szükséges papírokkal. Fontos, hogy van-e kereskedelmi lánc tevékenység, amennyiben nem rendelkezik a megfelelő regisztrációval, reklámtevékenységet sem folytathat, tehát ezt is szigorúan ellenőrzik. Középpontba kerültek a különböző internetes hirdetések, a gyanús hirdetések esetében pedig próbavásárlást is folytattak. Szabolcs megyében is akadnak gondok. Sajnos Szabolcs-Szatmár Bereg megye a problémásabb megyék közé tartozik, de ez megtévesztő is lehet, hiszen a megyei kimutatás azt is tartalmazza, hogyha Szabolcs-Szatmár Bereg megye területén az ellenőrzés például Romániából áthozott problémás faanyagtételt talált, de több millió forintnyi bírságot szabtak ki az ellenőreink Szabolcs-Szatmár Bereg megyébe, illetve 2020-ban a korábbi évekhez képest jóval nagyobb mennyiségű, mint egy 2000 több méter körüli faanyag került elkobzásra Szabolcs-Szatmár Bereg megye területén, azért mert nem tudta a tulajdonos igazolni az eredetet. Az elkobzott tételekről az erdőtörvény rendelkezik, a fát közérdekű felajánlásra kell bocsátani. Ez azt jelenti, hogy önkormányzatok, egyházi szervezetek, illetve közintézmények pályázhatnak rá. Tűzifa vásárláskor fontos odafigyelnünk. Mindig megbízható forrásból vásároljunk, és tudjuk, hogy kötelező az értékesítőnek átadni a három dokumentumot. Számlát vagy nyugtát, szállítójegyet, tűzifa vásárlási tájékoztatót, illetve amennyiben tömegre értékesített fát vettünk, mázsajegyet is kell kapnunk.